Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Sünsoma születésnapja. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú, Babóca a katica lány és az erdő többi lakója együtt játszottak a réten. Felváltva lökték egymást a bükkfa levél hintán. De jó lehet hintázni, kár, hogy engem nem bír el. Sóhajtott szomorúan Sünsoma. A többiek tanácstalanul néztek egymásra. Sünsoma 10 éves lesz jövő héten, mondta a katica lány. Bizony, 10 éves lesz, helyeselt a csiga fiú. Vajon minek örülne legjobban? Én tudom, minek örülne, mondta Baltazár, és felugrott örömében. Egy hintának. Ez nagyon jó ötlet. Ácsoljunk egy nagy hintát Somának, lelkendezett Babóca. A kis barátok nyomban munkához is láttak. Fűrészt, kalapácsot, szegeket, csavarokat hoztak, erős faágakat kerestek. A hajó alakú fatörzset erős zsinórokkal kötötték fel a vastag faáglábakra. Amikor a hinta elkészült, mind elmentek Baltazár házába, és nekiláttak tortát sütni. Tojást törtek, tésztát kevertek, járt a habverő, pudingot főztek, csattogott a fakanál. Finom illat töltötte be a méhecske házát. Feldíszítették az 5 emeletet meggyel, mazsolával, dióval. Tegyük rá a gyertyákat is, mondta Pihe. Igen, 10 gyertyát, helyeselt Babóca. Most pedig írjunk egy levelet Somának, mondta Bogyó, és már írta is. Kedves Soma, gyere Baltazár háza elé délre, nagyon várunk. Vidd el a süninek, kérte Bogyó. De nehogy eláruld a tortát és a hintát se, szólt utána Babóca. Baltazár és Vendel egy kerek asztalkára tették a tortát, és kivitték a házikó elé. A réten éppen a hangya gyerekek fogócskáztak. A legkisebb hangya egyenesen nekiszaladt az asztalkának. Felborítottad az asztalt, tönkre ment a torta, jajgatott Baltazár. Jaj, a torta, mi lesz most? Siránkozott Babóca is. Mindjárt itt lesz Sünsoma, és nem lesz születésnapi tortája, kesergett Bogyó. A hangya gyerekek elszégyelték magukat. Egyszer csak megszólalt az egyik. Szedjünk sok gyümölcsöt, és építsünk belőle egy nagy kupacot. Az majdnem olyan, mint egy torta, nem? Ez jó ötlet, szólt Vendel. Soma úgyis jobban szereti a gyümölcsöt, mint a tortát. Bogyó, Babóca, Baltazár, Vendel és a hangya gyerekek nekiláttak gyümölcsöt szedni. Segített Döme, a krumplibogár, Szellő a szitakötőlány és Lili a rózsabogár is. Hamarosan szép nagy kupac gyűlt össze. Vendel beleszúrta a gyümölcskupac tetejébe a 10 gyertyát, és ebben a pillanatban megérkezett Gömbi Sünsomával. Boldog születésnapot, Sünsoma! Kiáltották egyszerre. Mennyi gyümölcs, a kedvenceim, köszönöm szépen, kiáltotta Süni. Mutatunk neked valamit, mondta Babóca, és odavezették Somát a hintához. A Süninek tátva maradt a szája a csodálkozástól. Na hát, egy szép nagy hinta, beleülhetek, kérdezte boldogan. Igen, neked építettük, mondta Bogyó. Hurrá! Már én is hintázhatok. Nagyon köszönöm. Hálálkodott Soma. Amikor besötétedett, abba hagyták a hintázást, körbeállták a gyümölcshalmot, és nekiláttak falatozni. Addig falatoztak, míg a kupacból alig maradt valami. A megmaradt almákat és körtéket felszúrták Soma tüskéire, ő pedig hazavitte mohatetős házikójába. Boldogan hajtotta álomra a fejét, és arra gondolt, hogy holnap újra hintázni fog a barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja.
a kanári fiókák. Egy szép napon Kelemen a kanári madár társat talált magának. Lenke egy tölgyfán élt nem messze Babóca házától. Kelemen és újdonsült párja, Lenke, fészket raktak a tölgyfa legszebb ágán. Bogyó és Babóca lentről figyelték a madarak épülő fészkét. Nézd, Lenke napok óta fel sem áll, csak ül a fészekben. Lehet, hogy beteg, aggódott a csiga fiú. Ugyan, Bogyó, biztosan tojást fog rakni, fiókáik lesznek, lelkendezett Babóca. Tojás, fióka, értetlenkedett a csiga fiú. Hát persze, melengeti őket, és a tojásokból egyszer csak előbújnak a fiókák, mondta a Katica lány. Lenke nem sokára felállt, és ahogy forgolódott a fészekben, Bogyó észrevette a három kicsi fehér tojást. Három fióka lesz, szaladt vidáman Babócához. Egy reggel izgatott csipogás hallatszott a tölgyfáról. Hurrá! Kibújtak a fiókák! Kiáltotta Babóca, és örömükben összeülelkeztek Bogyóval. Megnézhetjük őket? Kérdezte izgatottan Babóca Kelement. Persze, de legyetek óvatosak, még nagyon kicsik és gyengék, mondta a büszke apuka. Kelemen felvette hátára Bogyót és Babócát, és letette őket a fészek mellé. Milyen aranyosak, szólt boldogan Babóca. A csiga fiú és a Katica lány óvatosan megsimogatták a kicsi kanárikat. A kis madarak gyorsan nőttek, hamarosan elkezdték tanulgatni a repülést. Lenke gondosan tanítgatta őket, és napról napra ügyesebbek lettek. Elmegyünk eleségért, jók legyetek, mondta Kelemen. Nehogy egyedül kirepüljetek a fészekből. Kicsik vagytok még, csak akkor repülhettek, ha mi is itt vagyunk, tette hozzá Lenke. De a legkisebb fióka nem fogadott szót. Ugyan már, én már jól tudok repülni, megpróbálom egyedül, mondta, és már indult is. Nem szabad, csipogott a másik kettő, de nem tudták visszatartani testvérüket. Amikor a szülők visszaértek, a két fióka idegesen toporgott a fészekben. Kirepült a testvérünk, sírtak mindketten. Jaj, hiszen kicsi még, mi történhetett vele? Kiáltott riadtan Lenke. Meghallotta a kiáltozást Bogyó és Babóca is. Nyomban elindultak, hogy megkeressék az elkóborolt fiókát. Keresték mindenütt. Keresték a dombon, a hegyen, a tóparton, az erdőben, a réten, de nem találták sehol. Lassacskán sötétedni kezdett. Hogyan találjuk meg ebben a sötétben? Kérdezte Lenke, és keservesen sírva fakadt. De ekkor különös fény gyúlt az égen. Egy egész sereg Szent János bogár sietett a kanárik segítségére. Majd mi világítunk, biztosan megtaláljuk, mondták egyszerre. Ott van a bokorban, kiáltott hirtelen Bogyó, és mindnyájan odaszaladtak. A kicsi kanári kimerülten, dideregve szunyókált a bokor alján. Lenke szárnyaiba vette, és boldogan megölelte. Megfogy végre! Mindig fogadj szót ezentúl, mondta Kelemen. Lenke felröppent az égre, a Szent János bogárkák pedig körbe táncolták őket lámpásaikkal. Olyan szép volt, mintha tündérek táncolnának az égen. A kanári család hamarosan nyugovóra tért. Lenke a szárnyai alatt melengette a kicsinyeket. Jó éjszakát, madárkák! Suttogta boldogan Lenke. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a Katica lány, és Bogyó, a csiga fiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék.
Amikor végre elállt az eső és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda Ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték Ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, és Vendel a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel. Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nelli is segített. Napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van. Köszönöm, mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető. Hurrá, repülünk, kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép, látjuk az egész erdőt. Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelli felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelli finom süteményekkel és teával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelli házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá, hulló csillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam, helyesett Babóca. Én is, mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelli házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hulló csillagtól. Nelli azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csigafiú izgatottan zörgetett Babóca ajtaján. Ma lesz a Bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és Babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak. Döme, ha-hó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót.
Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kilincset és bekukkantott. A krumpli bogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell! Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket. Pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kisbarátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumpli bogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei.